Kedves nézőink, a közelmúltban Ajkarendeken az El Camino zarándokútról szóló beszámolót láthattak, hallhattak az érdeklődők. Az eseményen mi is ott jártunk, kérem, tartsanak velünk. Az Ajkarendekért Egyesület meghívásának eleget téve mesélt a közelmúltban az El Camino teljesítéséről Csényi Csaba, a Bánki Dunát Természetbarát Egyesület szakosztályvezetője, túravezetője Ajkarendeken. Csaba az édesanyámék házában lakik, és sokat szoktak beszélgetni kutyasétáltatás közben, vagyis ameddig a Csabának volt kutyája, és anyukámmal megosztotta, hogy mikor indulnak, miért indulnak, és szerintem nagyon sok ember vágyakozik. Nem biztos, hogy az El Camino-ra, hanem hogy elinduljon egy úton a természet fele, önmaga fele, és egy kicsit magában élhessen. És ez egy akkora élmény lehet, hogy heteken keresztül mész egy úton, gondolkodsz, elmélyülsz, egy kicsit kiüresedsz, és szerintem ebben a rohanó 21. században nagyon sokan vágyunk erre. És akkor gondoltuk, hogy meghívjuk a Csabát, meséljen erről az útról egy pár órába, az ő szemébe. Mert ugye elindulhatunk az úton, de mindenkinek a saját szemével kell látni, tapasztalni, és az élmények ezért nagyon sokfélék, mert én úgy tudom, hogy évente legalább 180-200 ezer ember teszi meg ezt az utat tavasztól őszig, és ha meghallgatnánk ezt a sok-sok embert, akkor valószínűleg, hogy ennyiféle változatba hallgatnánk meg az élményeket, a fájdalmakat, a tűrést, a békét és mindent. Csényi Csaba élménybeszámolóján részt vett a Bánki Dunát Természetbarát Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke Káldi Géza is, aki büszke rá, hogy szervezetük mintegy 8-10 tagja teljesítette már az El Camino távját, amivel az Egyesület hírnevét is fényesebbé tették. Megvan mindenkinek a megfelelő indítatása, hogy milyen okból járja végig. A mi kollégáink alapvetően a sport, a kihívás tekintetében teszik meg ezeket az utakat, és hála Istennek szerencséjük is van, ügyesek is, fölkészültek is, mert előzőleg azért a 45 kilométeres napi utakat itthon gyakorolják, és mindenféle különösebb nehézség nélkül eddig végig tudták járni. Meg kell, hogy említsem Szalai Jóska barátunk nevét, aki ezt az utat már 5 vagy 6 alkalommal, én már nem győzöm számolni, végig járogatta. Az utóbbi 5-6 esztendőben is nagyon ügyes túravezető kollega, mindig vitt magával valakit.